Na, szóval akkor eljutottunk a mai nap egyik fénypontjához. Szőke Mária következik. Bizonyára sokan ismerik a Modern Apokrif nevű szószlát csatornát. Én magam rendkívül így képességi újságírónak tartom Máriát, és akkor te arra vigyanak, hogy így ezt szemtől szemben megmondom, de azt gondolom, hogy nagyon kevés ma az, aki függetlenül őszintén és hitelesen el tudja mondani mindazt, ami a világban zajlik. És nagyon szókimondó, nagyon sok mindenről, nagyon sok információja van, úgyhogy hallgassuk bizalommal és szeretettel. Egy pillanat, igen. Így is szeretettel köszöntöm Mária Magdolnát. Tudni kell róla, hogy nem véletlenül Mária Magdolna, hiszen Mária Magdolna volt Jézus Krisztus legkedvesebb embere, hiszen a föltámadáskor először neki jelent meg, és utána a többieknek. Ő ugyanezt a feladatot látja el, úgyhogy nagyon kérem, hogy aki tud majd adományozni, hoztam egy ilyen dobozt ide, akkor tegyen bele egy kis adományt, hogy még jobban működjön Erdélyben ez a újság tulajdonképpen, ez a szemeti újságnak. Ott is támadják, nyilván kényszerítik, hogy kevés pénz folyjon be. Ha tudjuk, akkor segítsük meg, leteszem mire. Köszönöm és átadom azt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves modellok, tisztelt Egyesület! Elsősorban nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt lehetek önök között, hogyha úgy nézek, mint egy fáradt újságíró, az attól van, mert most egy nagyon fáradt újságíró vagyok, ugyanis sok száz kilométert jöttem, hogy ide érkezzek önökhöz, de hála legyen a Jóistennek, itt vagyok, és most a sok tudományos érdekesség és fontos információ után elérkeztünk oda, hogy azokról az információkról beszéljünk, a médiáról, a sajtóról, amely nélkül ez a jelenlegi COVID-terror nem jöhetett volna létre. Mint tudjuk, minden fertőzést köztes gazdák és általában paraziták okoznak. Nos, egy ilyen parazita a mai modern világban, digitális világban a mainstream média, a fősodratú média vagy lakármédia, ki hogy nevezik, amely nem tett más, mint a politikusok, a politikai behatások ösztökélésére, korrupálására, megpróbálta az egész világot félrevezetni, félretájékoztatni, és megidézett egy olyan apokaliptikus helyzetet, mind társadalmilag, mind élettanilag, ami a média nélkül lássuk, akik nem jöhetett volna létre. Útban idefele gondolkodtam, hogy ezt a nagyon átfogó jelenséget úgy mutassam be önöknek röviden, és ki is jegyzeteltem egy pár gondolatot, és jegyzeteltem, hogy minden benne legyen, és aztán egy regény lett itt hirtelen a kezembe, tehát annyi furcsaság, annyi meghökkentő dolog volt. Tehát én úgy gondolom, hogy most ebből a pár lejegyzetelt gondolatból egy néhányat felolvasok önöknek. Vannak itt esetleg adatok, dokumentációk is, tehát kiírtam azt például, hogy a Bill Gates alapítványa hány millió dollárt szánt rá arra, hogy a legnagyobb sajtóorgánokat és alapítványokat korrumpálja azért, hogy az emberiséggel elhetessék az egész COVID-kamut, tehát ezt az egész médiajárványt, ezt a félelempánikot, a félelempornó, ahogy mondják az amerikai és a nemzetközi sajtóban. Tehát én úgy gondolom, hogy felolvasom ezt a rövid bevezetőt, és aztán, mivel Magyarországon vagyunk, hál' Istennek még nevezhetem Magyarországnak ezt az országot, és mivel magyarok vagyunk, akkor utána rátérünk a magyar sajtónak, a magyar mainstream médiának a Covid furcsaságaira, ugyanis be kell valljam önöknek, hogy mint olyan ember, aki magam is dolgoztam valamikor réges-régen a magyar-magyarországi médiában, csak bámulok, mert az az érzésem, hogy a magyar kormánysajtó, fősodratú sajtó valószínűleg, hogy bekerült egy időhurokba, mert elfelejtették, hogy azok a hazugságok, azok a vakcina hazugságok, pandémiás hazugságok, amikkel ők parancsra etetik az emberiséget már három esztendeje, azok zöme bizony, hogy lejárt, letegyeget, leleteződött. Tehát én naponta meg szoktam nézni
nézi a magyar sajtót, beírom oda a hírkeresőbe, hogy Covid, és úgy adja ki nekem a híreket, mintha mi se történt volna. Tehát, hogy mindig szét kell nézzek, hogy valóban még mindig itt tartunk. Sehol a világon nincs még ilyen a nemzetközi sajtóba, mint ez a jelenség, ami itt a Magyarországon zajlik. Mielőtt rátérnénk erre, egy pár szót elmondanék arról, hogy hogy kerültem be ebbe a társaságba, akik szembe mentek a kezdetektől fogva ezzel a megfélemlítéssel, félretájékoztatással, tudatos pánikoltatással, ugyanis mint tudjuk, a félelemmel átitatott társadalom, a megfélemlített ember az, akit a leginkább lehet irányítani. És itt a félelem volt a hangsúly, hogy pánikot keltsenek az emberek között, hogy rettegést szítsanak, mert a rettegő ember az ritkán ellenkezik. Erre alapozódott az egész. Én New Yorkban érkeztem haza, tehát nekem a családom, a férjem New Yorkban él, és már 2019-ben láttuk azt, hogy valami nem stimmel. Tehát itt zárójelben megjegyzem, hogy nagyvállalati születésű, Partiumi erdélyi magyar újságíró vagyok, tehát egy percig nem szüntem meg magyar újságírónak lenni, akkor sem, amikor amerikai született feleség lett belőlem, tehát állandóan visszajártam, állandóan figyeltem. Tehát én úgy érzem, hogy ahol egy magyar van, ott érdemes megszólalni és érdemes kommunikálni. Ami nagyon érdekes volt, 2019-ben New Yorkban, a kínai negyedben elkezdtek az emberek beszélni, mindenfélét beszélni. Egy furcsa járványról beszéltek, egy világlezárásról, amikor nem lehet utazni, és a kínai negyedbe egyből feltűnt a sok-sok maszkos kicsi kínai, akik azt állították az embereknek, hogy jó lesz vigyázni, mert valami nagyon furcsa dolog történik a világban. Hát senki nem hitte elejte nekik, mert hát ugyanannyi furcsa dolog történik a világban. És akkor, mikor 2019. október végén hivatalosan bejelentették, hogy New Yorkban, a kínai negyedben elmarad a következő esztendőre betervezett nagy kínai évet ünneplő banzáj, tehát a New Yorknak az egyik látványossága, akkor már tudtuk, hogy baj van, hogy valami nagyon nagy baj van. Én felvettem a kapcsolatot a romániai erdélyi kollégáimmal, és hát ők is mondták, hogy valami nem stimmel, mert itt valami nagyon készülni. És mikor elkezdődött ez az egész vírusbevezető, tehát mikor elkezdték ott a pánikoltatást, én akkor repülőre ültem és hazajöttem, mert akkor már világos volt, hogy valami olyan történik, ami még nem történt az emberi civilizációban, és valami olyan történik, amikor az ember jobb, hogyha odahaza van. Én azt hiszem, azon szerencsés emberek között voltam, akik az utolsó normális repülőgép járattal érkeztem ide Budapestre a Ferihegyre, és húztam haza Erdély országba, hogy lássuk, hogy mi történik. Mire megérkeztem, már elkezdték ezeket a megszorításokat, tehát akkor én még nem dolgoztam a sajtóban, tehát próbálkoztunk így saját lapokkal, de akkor még nem dolgoztam a sajtóban. És megérkeztem hétfőn, és szerdán kimentem ott Magyaráradon a széles utcai piacra, ahol belefutottam az Orwelli rémálomba. Egy terhes fiatal asszony állt a járda szélén, és nem volt rajta arcmaszk, ami akkoriban már kötelező rendelet volt nálunk is Romániában, meg gondolom az egész Európai Unióban. És két rendőr rárukant erre az asszonytára, leteperték a földre, mindez fényes nappal történt, hátra géncselték a kezét, és el akarták hurcolni. Tehát én azt hittem, hogy nem az, amit látottak, nem hittem el az, ami a szemem láttára zajlott. És hát nem tudtam megállni, éreztem, hogy ha most én ezt szűnélkül hagyom, akkor soha az életben nem fogok tudni tükörbe nézni, és szerencsére mások is voltak ott, és ott többen, főleg nők rábontottunk a rendőrökre, így tört egy hatalmas nagy cirkusz, a piacról kicsörültek az emberek, és a vége az lett ennek a történetnek, ennek a nagyon csúnya történetnek, hogy a rendőrök megfutamodtak, beültek az autójukba és elhúztak. Hazaértem, és megszólalt a telefonom, hogy
Szerusz Mária, láttuk, hogy hazajöttél, ugyanis az ottani mainstream média nem mulasztotta el, hogy leközölje, hogy megérkezett az őrült magyar újságíró, aki neki ment a rendőröknek. És innen tudták meg az emberek, hogy Szürke Mária hazaérkezett New Yorkba, és akkor Isten tudja, hogy itt ez a holland felérvény miket fog csinálni. És ez volt egyik nap, és két nap múlva megkeresett egy politikus ismerősöm, egy román politikus ismerősöm, és azt mondta, hogy hát hallották, hát nehéz volt nem hallani, mert a román mainstream az úgy levette volna, le akarta venni rólam a keresztüzet, és látták, hogy hazajöttem, és hogy meg szeretnének keresni, ugyanis a román emberek, orvosok, ügyvédek, egyházi emberek, sajtó úgy döntöttek, hogy ez a készülő rémség nem szabad felkészületlenül érjen bennünket, és igenis meg kell szervezzünk azt a sajtót, ami szembe megy azzal a hazugságáradattal, ami már be volt készítve, nem csak Romániában, nem csak Magyarországon, hanem globális szinten az egész világon. Én találkoztam ezekkel a román emberekkel, és megkérdezték, hogy hajlandó vagyok-e beszélni a csapatba, és elkezdeni azt, hogy a félretájékoztatások helyett tájékoztatunk. Tehát, hogyha egy kicsit durván akarnák fogalmazni, megkérdezték, hogy beállunk-e a csapatba, akik megyünk és szélen szemben is jönnek. Hát én mondtam, hogy tulajdonképpen ezért jöttem haza, úgyhogy hajrá, és ebből elindították, hogy Informácia e-mailről nevezető román hírportál többek között, de emellett még legalább 5-6 olyan egész országban terjedő hírportál sajtóorgánon támadt föl a hanghajból, akik azt vállalták, hogy valós információt szállítanak az embereknek, szembe velünk ezzel az egész hazugság állagattal, és akkor én azt mondtam, hogy a mikrofonján tartom, hogy a doktor úr vagy miért kintelem nekem. De azt hiszem, hogy valami bajban, mert ezekkel a tartós mikrofonokkal mindig gondom van. Tehát én azt mondtam, hogy oké, én elvállalom azt, hogy a román cikketet szerkeztem, és ott irányítom, hogy mi hova kell menjen. Egy feltétellel, hogyha ezen a felületen kapok egy magyar részt is, hogy az én magyarjaimnak bárhol a világon ezeket a híreket, amikkel a románok akartak és tudtak is védekezni, le tudjam közölni. És akkor azt mondták, hogy jó, de van, és akkor is születnek az Informácia Liberőnek, azaz a szabad sajtó, a szabad információ magyar fordítva, így született meg a magyar verziója, és valószínűleg, hogy önök között is van olyan, aki már ott találkozott ezekkel a cikkekkel. És hát ez tényleg egy olyan történet volt, hogy mentünk, hát nekünk is rengeteg ilyen botrányunk voltak, persze nem tudta, hogy senki szólja, hogy nyugodtan hősködjünk, de az volt a szerencsénk, hogy a románok valamiért nem voltak hajlandóak öngyilkosok lenni, ha már összeszedtek maguknak egy olyan szép nagy országot, mint Románia, hát akkor csak nem hagyják, hogy a globális társak, hogy úgy fogja el nekik tőlük. És ez volt a mi szerencsénk. Másik szerencsénk az volt, hogy ott a parlamentben még működik a pluralizmus, tehát voltak olyan képviselők, akik azt mondták az EU-s parancsoknak, hogy rendben van, de erre tudományos magyarázatot kérnek, erre majd a későbbiekben visszatérek. És akkor elkezdtük ezt az egész háborút, ezt az egész szélveszembe kísérést, és ez tényleg ment egy évig, másfél évig, és hát látták, és ez volt az érdekes dolog, hogy bár román néven futott ez az oldal, nagyon sok magyarországi ember találta meg ezt a honlapot, és kezdték el olvasni, és kezdték el visszajelezni az ő észrevételeiket. És így lassan, de biztosan az erdélyi magyarság, a világmagyarság és a magyarországi magyarság legnagyobb örömökre úgy összetalálkoztunk. És én annyira boldog voltam, amikor láttam azt, hogy 100 szerkesztőségi e-mail közül 70 legalább az anyaországból jön, és érkezik Amerikából, Ausztráliából, azt mondtam, hogy na jó, akkor a magyarokban még mindig van lélek és van gerinc, és akkor próbáljuk meg. Na ez ment körülbelül másfél-két évig, egész addig még nyilvánvalóvá vált, hogy amit csináltunk, azt jól csináltuk, jól mentünk szembe ezekkel a történetekkel, és akkor azt mondták nekem, hogy nagyszerű, de hát akkor most már ők úgy gondolják, hogy csak a román részét tudják támogatni és fenntartani.
az információ a libellére, és azt viszont rám bíznám. És én mondtam, hogy köszönöm szépen, nem kérem. Tehát én ezt az egészet azért vállaltam el, hogy magyar nyelven is legyen valami alternatíva a Covid sajtóval szemben, és akkor érzékeny búcsút vettem tőlük, de hát a kapcsolatok, a források már megmaradtak, és akkor eldöntöttem, hogy na jó, akkor csinálunk valamit, amit csak magyarul, csak a magyar embereknek, csak a gondolkodó magyar embereknek fog szólni. És ez lett a modern apokrif. Mikor megbeszéltük ott a munkatársaimmal, hogy mi legyen a címe, akkor arra gondoltam, hogy ezekben a furcsa, gonosz, globalista, sátánista időkben, amikben éppen élünk, hát meg kell azt a bibliai hasonlatot találjuk, amikor azt írjuk meg, amit nem szeretnénk, hogy megírjanak. És így jutott eszembe az apokrif iratok. Mária Magdolnának az egyik fő erőssége, azok az apokrif iratok, amit a Vatikán 2000 év óta próbál rejtegetni az emberek elől. És akkor azt mondtam, hogy na jó gyerekek, mi itt vagyunk modern újságírók, és akkor megcsináljuk a modern apokrifot. És akkor így lett ez a furcsa címe, sokan kérdezték, hogy de ez mit jelent? És mondtam, hogy semmi baj, gondolkodjál, és akkor előbb-utóbb rá fogsz jönni. És akkor belecsaptunk ebbe az egész történetbe, és legnagyobb örömömre, és egy kicsit úgy meghökkelve is néztem, hogy nagyon hamar, 2-3 hónap alatt több ezres olvasó közönség gyűlt össze a modern apokrifeknek a hírlevelére, és az oldalára nekünk is ismeretlen volt ez a fajtája a Substack-en az újságcsinálásnak, viszont ez volt, és azt hiszem, hogy mai napig ez az az egyetlen olyan lehetőség, ami megkerüli, és nem megkerüli a hivatalos cenzúrát, nem tudnak beleszólni, és azt írhatok meg, amit éppen akarok. Tehát persze a józan ész és a dokumentáció szempontjából teljesen korrektül. Tehát így született meg a modern apokrifek, és végül is úgy látom, hogy jó úton haladunk, és remélem, hogy ezt az egész sajtó ellenállást, hogy így fogalmazzak, tudjuk majd folytatni. És nagyon örülök annak, hogy a Szkíte Egyesület fölvette velem a kapcsolatot és meghívtak ide, ugyanis olyan világban élünk, amikor az információ nem csak hogy hatalmas kincs és hatalmas fegyver, de szó szerint élet és halál kérdése. És ezt gondolom, önök is megtapasztalták és tapasztalják a mai napig. Tehát így nézem. Tulajdonképpen mi történt? A megvásárolt politika, a megvásárolt kormányok, a már régen megvásárolt kormányok két mérgezett tőrrel támadtak a társadalomra, a polgárokra. És ez a két mérgezett tőr az orvostársadalom, a megvesztegetett judás orvostársadalom volt, tisztelet a kivételnek, mert szerencsére azért látok itt a soraimban is olyan embereket, akiket nem lehetett megvesztegetni. Tehát a megvesztegetett orvostársadalom volt, és a másik mérgezett tőr, amit a hátulunkba szántak döfni, pedig a megvásárolt mainstream média, a fősodlapi sajtó volt. Tehát mikor láttam a legelején, hogy elkezdték ezt a Covid-pandémiás propagandát nyomni, valahogy úgy érezte magam, ahogy az a patikus érezheti magát, aki megtanulta azt, hogy hogy kell mérget keverni, ő nem használja a mérget, de látta azt, hogy a többi patikus mérget ad az embereknek. Tehát tudtam azt, hogy hazudnak, láttam, hogy hazudnak, tudtam azt, hogy hogy kapja meg minden szerkesztőség, minden megvásárolt szerkesztőség ezeket a hamis információkat. Tehát egy hónapra előre megkapták a szerkesztőséget a Covid, hogy egy hónap múlva hány Covid halott lesz. Tehát egyszerűen hihetetlen volt. Tehát én voltam bent romániai szerkesztőségetben, és megnéztem, tehát voltam olyan pimasz, hogy odaültem, megnéztem, hogy csinálják, és megkérdeztem tőlük, hogy jó, de ti május 1-én honnan tudjátok, hogy június 1-én hány Covid halott lesz? Látnotok vagytok, vagy profétait, mindenki, vagy mi a csoda történik? És akkor megláttam azt, hogy a hivatalos kormányszervek előre ezt az előre megírt statisztikát küldték napi szinten, havi szinten a szerkesztőségeknek. Tehát ebből lett ez az egész hirtelen felépített pandémia. Valószínűleg, hogy volt betegség, ezt is tudjuk, valószínűleg, hogy csináltak is már egy betegséget, de a médiának az aljas szerepe ebben az egész történetben, ez valami észvesztő volt. Egyszerű pillanat, rögtön rátérünk erre is,
egyszer egy hasonló, nem azt hiszem, hogy egy néprajzi kutatásban olvastam egy olyan hasonlatot, hogy régi paraszt emberek úgy riasztották el a varjukat a vetésről, a termésről, hogy meggyilkoltak varjakat, és ezeket a varjakat kiakasztották, úgyhogy a többi varjú lássa, szinagógák tetejére, háztetőkre, és a varjak valóban féltek ezektől a halottaktól. Nos, ez a hasonlat jutott eszembe, mikor ez a mérhetetlenül aljas halott számlálás, ez az embertelen, az emberi méltóságot korbatikó halott számlálás, Covid jelentések, hogy nem tudom önökért, hogy mondta, milyen osztály, hogy hívták itt a magyarországi, ami Müller Cecilia néni, tehát ez a Müller Cecilia néniről is. Igen, tehát ez a operatív tehát én, mikor megmutattam amerikai és román kollégáknak, akik beszélnek magyarul, megmutattam New York-a néninek a beolvasásait. És jót nevettek, és azt mondták, hogy maga Mária, de akkor most utasd meg az eredetit, nem a parúgyát. És mondták, hogy emberek, mondom, ez benne a lényeg, hogy ez az eredeti nem parúgya. Kellett igazoljam, hogy nem gyerekek, de ez igazi. És akkor megkérdezték tőlem, hogy na jó, akkor mondjátok el, hogy milyenek azok a magyarok, akik ezt elviszik. De hát azt mondtam, hogy kasszák, én sem tudom. Tehát a román kormány az elővette egy ilyen szép fiúkát, egy ilyen már Színek Jóanice nevezett szép fiúkát, felöltöztették katonai egyenruhába, és nálunk ő volt a hivatalos hazudozó. De akkor legalább volt valami sár, ugye ez egy új kormány, hogy ez tudom, ez egy olyan jelenség volt, néztek hülyének, mikor mondtam, hogy gyerekek, ez igaz, és azt mondták, hogy ilyen nincsen. Mondtam, hogy jó, hát akkor a magyar kormány feltalálta, hogy jó, van én itt az állatorvosi lovat, most irányolt, vagy ez van. És a másik dolog az, amire nagyon érdekes módon föl kellett figyelni az elég nagyon mainstream médiában, az a celebeknek a bevonása ebbe az egész ügyalagjának a kérném a képet, ami ön előtt van, azt hiszem, hogy ez a celebes kép, ugye? Igen. Tehát nézzük meg ezeket az embereket. Miről beszélünk? Van egy olyan helyzet, amikor a hivatalos orvosokat, hogy így fogalmazza, amikor a végzett szaktekintély orvosokat, akik fel akarják emelni a szavukat a tudománytalan, teljesen a járványügyel ellenmondó hazugságokat, azokat konteósoknak minősítik. És akkor mi történik? Jön egy pár négy osztályos hálószájú celebecske, amit vannak a szomorúk. És a borzasztóan boldogak, miután elkezdtek tőle meghallni, azok a kevésbé boldogak. Na de mindegy, hát ez az, amit nem értettem. Tehát nagyon is ment ez, de utána megnéztem a többi sajtót és a többi nemzetközi sajtóorganot, sehol az ég egy világon nem volt ilyen erős a celebekkel megerősített média félrevezetés, mint Magyarországon. És az az egészben a legdurvább, mert csak tovább azt hiszem, hogy találunk egy olyan képet, amikor a celebetnél nézzük csak meg, amikor beismerjük azt, hogy ezeket a celebecskéket tegyük ezt ki, bizony az önök kemény adófogítványból fizették, hogy odaálljanak és mondják a szívüket. És tehát másik ilyen magyarországi mainstream médiás szörnyűség, amire felfigyeltem, tehát ez a retrorádió nevezetek egy rendszer. Tehát ezek a lékersírű, busbocskoros, nemes, vagy hogy hívják ezt a fiatal embert, aki vezette ezt az előadást, ez egy az egyben baloknak nevezte azokat a magyar embereket, akik visszautasították a Covid-oltást. Tehát elképzelni sem tudtam ilyet, hogy egy hivatalosan működtetett, jegyzett sajtóorgánokban ilyesmit megengednek maguknak. És megengedtem, tehát élő egyenes adásban visszakerestem akkoriban a felvételt, mert nem akartam elhinni, hogy ilyesmi megtörténhet. Visszakerestem, és bizony is nem megtörtént. Mint ahogy megtaláltam azt a magyarországi sajtóban,
ahol ez a Majka nevezetű szupersztár kiült oda, és akkor elmondta mind a 100 szóval álló szókincsével, megpróbálta elmondani. Tehát megpróbálta elmondani önöknek, hogy ő egy olyan vagáncsáv, aki igaz, hogy minden oltás után covidos lesz, de ragaszkodik ahhoz, hogy a covid, hogy aki nem akarja beadatni magának a covid oltást, azt pofozzák meg, vegyék össze-vissza, valami ilyesmi félatkozott. És akkor fogtam a fejemet, hogy uram atyám, hova züllött le ez a magyarországi sajtó, aminek egykor én is a munkatársa voltam. Tehát én itt végeztem el a Bálint György és Sárgyú tovább képzőt, az Esztergomi Vitéz János tanítóképzőre is jártam, évekkel dolgoztam, mint fiatal, tinédzser, 20 éves koromban a Budapesti Bulvárnak, és akkor a budapesti sajtónak tartása volt. Lehettem volt, igazi volt, élt, dobogott. És egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy ez a járvány, tehát a Covid-nak a mellékhatása elsősorban a sajtót töltem el. Az igazi, embereknek való, embereket tájékoztató sajtót. Igen, menjünk tovább. Tehát én erdélyi magyar vagyok, mint ezt önök is tudják már. És mi történik? Hát az történik, hogy a magyarországi kormány a nemzetegyesítés címszó alatt úgy döntött, hogy hát mi sem mentesüljünk az ő propagandájuktól. A kormány, a magyarországi kormány hirtelen felvásárolta az erdélyi magyar sajtó 80%-át, akiknek kötelezővé vált, hogy a magyarországi covid propagandát nyomassák. És akkor én ott, mint romániai magyar újságíró, szembe mentem azzal a képtelenséggel, hogy a romániai román embert nem lehetett úgy átverni, mert a román sajtóban nem olvasta ezeket a szörnyűségeket, viszont a magyar sajtón szocializálódott, és a magyar tévét néző, és a magyar híreket olvasó erdélyi magyar ember, az kételkedett, az ment és beoltatta magát, mert hát azt mondták a tévével. Tehát ez a tévé, ez az általános társadalmi dolog. És akkor én tépem a hajamat, hogy rátok Istenem, hogy értessen meg velük, hogy ne nézzék, gyerekek, ne nézzétek a magyarországi híreket, mert jól butit és nyomorba jön. Tehát ez így történt. És a másik, amit nézzük, csak hogy mi van ottan, melyik izé, nem pillanat, mert tudunk, mert így van. Igen, hát itt, hogyha látva a celebecskékről, akkor kérünk még egy pár képet, csodáljuk meg őket, megértem. Tehát ez nem tovább. Nézzük, tehát Zalatnai cíművésznő, biztos a virológia szakértője, nagy járványi szakember, abban az időben, másik történet, hogy Csárinak ez az egy dózis két helye. Micsoda művészet, de hát én nem tudom, ez tényleg a humor kategória. Én valamikor teológus koromban azt olvastam, hogy a gonoszt úgy lehet a legjobban elűzni, hogyha az ember a saját lelki tisztaságának az erejével szemben neveti, és ezzel megtagadja. És én úgy vélem, hogy ezek a több mint nevetséges celebesség is. Jó, ezek a celebesség, ezek a... akkor még normális volt, akkor még nem volt sztár szerzetes. Segítettünk abba, hogy az utcáról összeszedett gyermekekből egy magyar iskolát, a magyar nagyszülő iskolát létrehozzák Déván. Böjte Csaba nem csak ismerősöm volt, hanem nagyon-nagyon jó barátom, és ezért is fáj rettenetesen az, amit látok. Tehát ilyen nincsen. Az erdélyi magyar emberek, akiknek a román sajtóból volt olyan szerencsék, hogy a román sajtóból leszűrhették azt, és a román ortodox egyház segítségével megkaphatták azokat a támpontokat, információkat, hogy esetleg ne menjenek el és oltassák a magukat.
jött a szerepszerzetes és az RMDS nevezeti prostituáltak pártjával, akik újjal a Fidesz-el is nagy szerelemben vannak, elkezdték nyomatni a Csíksomlyói Búcsúnak a megnyalázását, a szerzetes vakcinát, hogy nem is tudom, minek nevezzem. Én ilyenkor csak szegény Szent Ferencet sajnálom, mert azért ezt ő sem érdemelte. És a másik dolog az, hogy csak keressük meg a gyerekes képet, tehát ott van az is, hogy ez a Csíksomlyói, igen, tehát képzeljük el, hogy a Baba Mária kegyhely, a Csíksomlyói világhíres búcsú, a magyarok egyik szent zarándok helye, és meg lett olyképpen jelázva, hogy levették azokat az egyházi vallásos zászlókat, jelképeket, és oda tették a vakcina reklámon. És volt egy olyan, hogy azt mondták, hogy az lehet a Csíksomlyói búcsúra, aki beoltatja magát. Tehát ez már a bűnbocsátó célulátnak volt valami nagyon furcsa sátáni evolúciója, és az emberek tehát valami pár százan gyűltek össze, tehát a nyereg meg sem telt 2021-ben pont ezért. Menjünk tovább. Nézzük meg, a gyerekeket keressük meg. Tehát igen, ez is Csaba király jön, és teljesen átadta magát, tehát minden nagyszerű. Igen. A dolognak azonban van egy tragikusabb része is, ami szintén a magyar sajtóban is meg lett szellőztetve. Böjte Csabának a keze alatt több ezer erdélyi magyar nehézsorsú, szegénysorsú álkagyermek van. És mire észrevettük volna, ezek a gyerekek egyszer csak belettek voltva a Covid vakcinával, ezt is a sajtóból tudtuk meg, a mainstream médiából. Akkor kezdték el oltatni az árva gyerekeket az otthonokban, amikor Romániában még nem írta alá a kormány azt, hogy a gyerekek beolthatók a Covid szérummal. Tehát ezt nekem olvasók küldték el, valamelyik hülye nevelünk volt olyan bátor, és olyan meg akarta mutatni, hogy ő milyen magány ember, és kitette, kiposztolta a Facebookra, hogy bizony Isten náluk már oltják a gyerekeket. És a másik dolog az, ami engem itt megragadott, tehát kihangsúlyozom, hogy amit most mondok, nem tudtam egyelőre dokumentálni és leellenőrizni, viszont nagyon valószínűséggel, hogy igaz. Mikor a Karikó Katalin féle miposz felröppent, ez még a Nobel-díj előtt volt, a magyar sajtóban, a magyarországi médiában nagyon furcsa hírek jelentek meg. Keressük ott meg azt a 168 órás, menjünk egy kicsit, ami a gyerekekkel van, Karikóhoz menjünk le, és lesz ott egy Karikó Katalinos 168 órás cikk, amit meg szeretnék önöknek mutatni. Nem? Menjünk tovább. Essen. Karikó címszó alatt tessék keresni ott a történetet, mert ez nagyon fontos, és essen, tehát ez is örülünk, hogy látod. Még tovább, ez az összeférhetetlenség, menjünk még tovább, minden Karikóban, tehát vele fogok állni, ezt álljunk meg. Tehát mi történik? A magyarországi média, a mainstream média minden kételkedés és minden kérdés nélkül lehozza ezt a nagyszerű hírt, miszerint oldhatók a gyermekeink a Covid szérummal. Már maga ez egy szörnyűség volt, de ami a legszörnyűbb az, hogy Karikó Katalin lenyilatkozza a magyarországi sajtóba, hogy 2228 vagy hány gyermeken már kipróbálták ezt a vakcinát, tehát emberkísérletek folytak gyermekekkel. És ez így megjelenik a magyarországi sajtóba, a magyar távirati iroda forrásaként megjelölve, és egyetlen egy újságíró nem volt, aki esetleg odafigyel arra, hogy emberek milyen jogon oltottak ki be gyerekekkel. Tehát a gyógyszerkísérleteknek és a jelenlévő orvosok, gondolom ezt nálam jobban tudják, a gyógyszerkísérleteknek megvan a magas szabályzata, protokollja. Kiskorú gyermekeket a nemzetközi gyógyszerkísérleteknek megfelelően nem lehet beoltani csak akkor, hogyha a gyermek életveszélyes állapotban van és a kísérlettel javítható, vagy javítható az élet minősége, vagy megmenthető az élete. És szeretném tudni, és érdekes módon, hogy a magyarországi mainstream média nem akarta tudni, vagy nem szerette volna tudni, kik voltak azok a gyerekek, az a több mint 2000 gyerek, akiken Karikó Katalinék ebben az időszakban, 2021-ben
Ebben az időszakban kísérletezte magyar gyermekek voltak, esetleg árvaházi erdélyi gyermekek voltak. Kik voltak ezek a gyermekek, és mi történt velük? És ebből a gyerekből, ebből a 2000-valahány gyerekből hány gyerek szenvedett súlyos sérüléseket, vagy hány gyerek halt meg? És mindez megjelenik a magyarországi médiában, és senkinek nem tűnik fel, hogy hi emberek. Tehát itt mi történik? Emberkísérletet hajtott végre? Hol vagyunk? Auschwitzban vagyunk? Mendele-doktorok vagyunk? Senkinek eszébe nem jutott. Na, mikor ezt megtaláltam ezeket a híreket az MTI-on, akkor azt mondtam, hogy nagyon jó, akkor majd megkérdem én Katalin asszonyságot. 3 hónapig kergettem az összes létező és nem létező előhetőségét, menedzserét, Szegedi Egyetemet, akármit, hogy tessék egy interjút adni nekem. Akár hiszik, akár nem, de szerintem elhiszik, nem állt meg nekem. Tehát nem tudtam vele se írásban, se szóban interjút készíteni. A másik dolog az, amit mindenféleképpen meg szeretnék a magyar embereknek említeni, az az volt, hogy hogy buktatta meg a mainstream média, a magyarországi mainstream média, hogy buktatta meg a saját hazugság állapotát. Valószínűleg, hogy valamennyien olvasták a sajtóba a híres magyarországi rockikon zenész halálát, a Kóbor János halálát. Kérem szépen a Kóbor folderet, kezdjük el itt. Doktor, majd itt megesem, hogy esetleg sokat beszélek. Tehát valamennyien ismerjük, valamennyien valószínűleg, hogy sokan szeretik, nemzedéket nőttek föl a dalaikon. Menjünk tovább, tehát ez volt az a pont, amikor a bumerán visszaütött, a fajlalt visszanyalt, menjünk tovább a kóborfolderekben, nem, ez már egy másik magyarországi sajtócsemege lesz. Kóborfolderekben kérem szépen. Igen, álljunk meg. Tehát mi történik? Elkezdődött a magyarországi médiában promovált Covid-terror, mert nem tudom ezt másnak nevezni. És megkérdezték a sztárokat, hogy ugye te kedves sztár, te be fogod adni magadnak ezt a szuperszónikus, mindenre jó, hatékony és biztonságos Covid-vakcinát. És a sztárok, a mi celebecskéink kiálltak oda, és azt mondták bátran és hűségesen, hogy természetesen az országunkért és népünkért a vérünket és a karunkat, és beadatjuk magunknak ezt. Azt mondom, volt egy ember, egy mindenkinél ismert sztár, aki nekem nem mellesleg rádióbarátom is volt, és ezért is különlegesen fájdalmas nekem ez a történet, aki az őt megkereső sajtónak azt mondta, hogy hát emberek, köszönöm szépen, én ebből nem kérek, én nem szoktam magam beoltatni, én bízok az Isten adta a természetes immunitásomba, nem oltakoztam, és ezután sem fogok oltakozni. Ez így megjelent a magyarországi sajtóban, hogy Kóbor János azt mondta, hogy ő oltás ellenes, így jelentek meg, hogy az oltás ellenes, tehát ez a másik kedvenc. A vírus szabadó után ez a másik kedvenc ilyen kreált jelzőm, az oltás ellenes. És mit ad az Isten? Egyszer csak ő bemondja a rádió, megjelennek a hírekben, a magyarországi hírekben, hogy Kóbor János covidos, és bevitték a kórházba. Már abban a pillanatban tudtam, és mondtam is a kollégáknak, ennyi volt gyerekek, Kóbornak vége, meg fogják ölni a kórházban. És ez meg is történt, tehát a Kóbor János halála volt az, és a halálának a menedzselése a média nyilvánosság elé tárása volt az a pont, amikor a magyarországi Covid sajtó és a magyarországi Covid sajtó irányító magyarországi Covid-nácik leletezték saját magukat. Tehát abban a periódusban, amikor az átlag magyarországi embereket, hogyha úgymond covidosnak nyilvánított betegük volt, azt azonnal bedeportálták a covid meghallgatókba, és a családtagokat 2 hetes karanténba tették. És onnan senki sem, de úgy tudom, hogy itt is komolyan büntették a karantén megszegőket, és azt is több olvasóm jelezte, több száz ilyen esetről tudok, hogy mikor elhalálozott valaki, igaz, mikor elhalálozott valaki, akkor az illetőt nem engedték, hogy megnézze a saját halottját, és itt is temettek el nem egy olyan embert, hogy a család végső búcsút sem vehetett tőle, mert zárkoporsós temetéseket rendeltek el. Ehhez képest mit látunk a magyarországi mainstream médiában? Azt látjuk,
hogy Pókból Jánost, az oltás ellenes rockstar naponta látogathatja a felesége, naponta másfél órát ülhet nála, ilyenkor nincs gyilkos vírus, nincs karantén, nincs semmi. Mindeközben az átlag magyar nem hagyhatja el az otthonát, be van zárva a kórházba, tehát tökéletesen működik a Covid diktatúra. Mi történt itt valójában? Tehát logikusan gondolkodva semmi más nem történt, mint az, hogy ők már akkor tudták, hogy Pókból János élve nem fogja elhagyni a kórházat, és ezért kellett egy tanú nekik, aki ez esetben a feleség, aki minden nap ott van, és hogyha kell, igazolja, hogy nem a kórházi protokollal, nem suskusokkal ölték meg az ismert zenét, hanem a hatját rátették a lélegeztetőgépre, és aztán tele volt, mint sok ezer, sok százezer, sok tízezer ember a világban. Tehát evidens volt, hogyha az oltás ellenes, a nyilvánosan a sajtóban, cikkekben nyilatkozó oltás ellenes Pókból János élve megúszta azt, hogy őt Covid címszó alatt beutalták a kórházba, akkor ezzel lenullázták volna azt az egész propagandát, amit több tucat celebecskével felépítettek. Mert akkor az emberek azt mondják, hogy ugyan már, hát Pókból János nem oltatta be magát, igen, covidos lett, meggyógyult, hazajött. Ennyi volt akkor az egész Covid propagandának. Tehát lehetett tudni, hogy soha nem fogják megengedni, bármi volt a bajom. Tehát szerintem Pókból János nem covidos volt. Bármi volt a baja, lehetett tudni, hogy ezt az embert nem, miután covidosnak nyilvánították, nem engedik ki a kórházból. Tehát durva volt ez az egész történet, és ez így megjelenik a magyar sajtóban. Én rákerestem a cikketnek a Facebook változataira, és ott az emberek több ezer beírás jelent meg, és akkor írták, hogy hát nem tudott rábúcsúzni az édesanyjától, vagy a párjától, vagy a férjétől, mert egész egyszerűen nem engedték. Tehát ez, amit látok, nem volt más, mint egy előre megszervezett COVID-gyilkosság. És azt mondták a hivatalos hatóságok, és a magyar sajtvezetés lehozta, hogy különleges engedéllyel történt mindez. Én szeretném látni azt a különleges engedélyt, aminek a segítségével az elhunyt Pókból János felesége naponta látogatta, és naponta másfél órát ült az állítólagos covidos férje mellett, és aztán lazán kisétált a kórházból, terjesztette ugye a gyilkos korságot, és másnap visszatért. Nem találtam még olyan magyar állampolgárt, aki hasonló különleges engedélyt kapott volna. És miért nem találtam? Valószínűleg azért nem találtam, mert az ott lábalon eltett, megölt a Covid protokollal elpusztított emberek nem kellettek egy ilyen látványos propagandához. Tehát a Covid sajtó, a magyarországi mainstream média és a magyarországi Covid-gyilkosok ebből a zseniális zenészből nem csináltak más, mint egy olyan varjút, egy olyan elrettentő varjút, akinek a hulláját kiakasztották a többi varjú elé, és megmutatták, hogy na így fogtok ti is járni, hogyha nem engedelmeskedtek. És ugyanez volt a helyzet, Csollány Szilveszterrel, menjük a Szilveszternek a képére, hogyha... Tehát másik magyarországi világbajnok, ismert sportoló, tehát ő régi követője volt az oldalamnak már annak idején, és szóltak is, hogy hát mit tudom, visszajelezte, hogy mennyire szereti a cikkeket. Nyomozásaink szerint ő is bekerült a kórházba, és az egyik ilyen ismert oltástagadónak lett nyilvánítva a sajtóban, mert sokáig húzalkodott az elem, hogy beoltassák. És akkor, mikor bekerült a kórházba, akkor derült ki, hogy végül is Csollányt rávették arra, hogy oltassa be magát, és ennek ellenére végigcsinálták rajta a Covid protokollt, aminek a végén meghalt. Az egészben az volt az érdekes, hogy mindaddig, ameddig Csollány nem kapta meg az injekciót, vagy szérumot, vagy oltást, vagy nevezünk, aminek akarjuk, addig ma kevésséges volt. És abban a pillanatban, tehát megkapta a Covid-oltást, és egy pár nap múlva bekerült a kórházba. És ezt a sajtó úgy magyarázta, úgy közöltük le, hogy hát igen, eltelent volna teljesen két hét, nem tudja a Covid-oltás passzol, és hogyha eltelik két hét, akkor talán nem halt volna meg. Tehát tudományosan, orvosilag, technikailag teljesen furcsa történetek voltak itt. Itt nézzem meg, hogy mi a
az, amit még önökkel itt meg szerettem volna osztani, igen, a kommunikáció fontosságára szeretnék egy olyan példát felidézni, amit jó magam értem át. Tehát Nagyváradon is megjelentek a vakcinaközpontok, volt úgy, hogy kimustált villamosokat rendeztek be, tehát nagyon érdekes attrakciók voltak ott is, és akkor a barátaimmal, már megkaptuk Bukaresten és az Egyesült Államokon beli barátaimtól megkaptuk azt az 1219 Pfizer mellékhatást, amit első körben a vakcinagyártóknak muszáj volt leközölni. És kinyomtattuk ezeket a mellékhatásokat, és ilyen 5-6-os csoportokra osztottunk, és megcéloztuk ezeket az oltásközpontokat. És szépen megálltunk ott a vakcinaközpontok előtt, igen, ahol álltak az emberek, és mondtuk nekik, hogy megáll, hogy ön uram be akarja oltatni magát, tudja, hogy mivel oltatja be magát? És volt egy nagyon érdekes eset, egy fiatal egyetemista lány álltott, elvette tőlünk a Pfizer-nek a mellékhatásait tartalmazó listánkat, elolvasta, elsírta magát, és azt mondta, hogy a fele egyemet meggyőztetett, és elment. És ennek a lánynak, ennek a fiatal hölgynek a szemében volt az a ráébredés, az a felvillanás, mikor megkapta a valós információt a hamis információval szembe, amit a sajtó közvetített felé. És akkor azt mondtuk, hogy ha csak egy, ha csak 10, ha csak 100, ha csak 1000 szembe villan fel ez a fény, ami ennek a fehérnőknek a szemében felvillan, aki ott hagyta a vakcinaközpontot és hazament, már akkor megérte, hogy kitettük magunkat annak, hogy naponta jöttek a rendőrök és próbáltak minket megzárni. Tehát ez a kommunikáció, szoros kommunikáció, és mi most, ha azt hiszük, hogy vége van ennek az egész szörnyűségnek, akkor tévedünk. Ezek, akik ezt ránk szabadították, több évtizedet készülnek erre, bármikor jöhet a következő, a folytatás. És arra viszont már fel kell készüljünk a sajtó segítségével, ki kell építsük magunknak a sajtót, és ezért is próbálok én is, mint egy kis mustármon vagy egy anyja, szembe a széllel. És nagyon kérem önöket, hogy önök is segítsenek minden olyan embert, aki azon van, hogy a magyarok ne felejtsenek el gondolkodni, és ne engedjük meg, hogy még egyszer egy ilyen pánikpornó, egy ilyen félelemterrorizmus embereket gyilkoljon a magyar társadalomba. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam! Az a kérdésem, hogy kérdéseket akarunk-e feltenni. Tessék, itt az első. Szeretnék, van egy mikrofon, vagy kapottam. Igen, igen, igen. Gyere, Léci. Köszönöm szépen. Egy mikrofon, kérek szépen. Mi a baj? Ja? Ja? Jó, köszönöm. Az előttem? Igen, szeretnék egy információt megosztani Mária önnel, meg önökkel, magyar emberekkel. Én néha szoktam kísérleteket tenni, és már szemtelen, ja igen, szemtelen módon érdekel, hogy ugye már itt az új Covid variáns, talán JN1, és hogy oltják már-e a magyarokat, a magyar gyerekeket, a magyar embereket. Igen, felhívtam a Helyván kórházat. Hát ugye hazudtam, hogy van egy nem tudom mennyi idős gyerekem, stb. 5 éves, persze, tessék bejönni. Pénteken 9 órától fél hétig vagy fél hatig oltják a gyerekeket. Tehát Magyarországon a kórházakban nyitott, nyílt napokat tartanak arra, hogyha a magyar emberek akarnak, oltathatnak. Megkérdeztem, hogy jó, tessék behozni, nem kell sorválni, regisztrálni, stb. Melyik az a legalacsonyabb korhatár, amikor már oltatnak gyerekeket? Pár hónapos gyereket is oltjuk már a Helyván kórházban. Megfelelő orvosi vizsgálat ellenében vagy után. És milyen oltással oltják? Ez egy ápolónő volt, vagy egy orvos, pontosan nagyon kedves volt, és próbált agitálni, hogy igen, vigyem a gyerekemet, és más is így a
a gyerekét. Milyen oltása oldján? Az újfajta Modernával. Meghívtam más kórházakat is. Szent Imre, János Kórház, Útvölgyi. Azt mondják, hogy oltják a felnőtteket is, a bizonyos nyitott napokon, bizonyos tólig, tehát lehet menni előjegyzés nélkül, és ilyen oltással, Sputnik és AstraZeneca kivételével, bármelyiket, amelyiket választom. Tehát már oltanak. Elkezdődött. Nem tudom, hogy mennyire figyelték a Modern Apotheke-nek a múlt heti cikkeit. Tehát Washingtonban a múlt hét pénteken fejeződött be az a konferencia, az a szakértői testület által megtartott konferencia, ahol az emberek, tehát a jelenlevők tudományosan igazolták, hogy az egész pandémiás intézkedések politikai jellegűek és nem orvosi jellegűek voltak, és a másik, ami nagyon fontos, hogy a Covid-oltásokat orvosilag nem lehet védőoltásnak minősíteni, ugyanis nem teljesítik azokat a kritériumokat, amiket a védőoltásoknak teljesíteni kell. Ezt azért nem feledjük el, mert mikor az emberekkel aláíratták a vakcinaközpontokba azt, hogy amit beadatnak maguknak vagy a gyerekeknek, saját szándékukkal és önszántukkal adatták be, ott védőoltás van. És abban a pillanatban, amikor kiderül, hogy az a valami egy génterápiás kísérleti szer és nem egy védőoltás, abban a pillanatban lenullázódik az egész aláírás érvényesség, és a kormány vagy az egészségügyi minisztérium perelhető, ahogy perelik is őket számtalan országra, többek között nálunk Romániában is. Tehát az, hogy védőoltásnak nevezzük ezt a valamit, ez hiba. Tehát erről le kell szokjunk, mert ez a valami nem vér meg az ég egy világon semmitől senki, ez nem védőoltás. Tehát ennyi. Ez egy jó. Mint ahogyan azt a szót sem jó használni, hogy Covid-os voltam. Ugye, mert az is egy, ugyanazt a propagandát nyomatja, és ilyen, hogy Covid-os engem nem volt, látások voltak, influenzások. Így van. Ha milyen cselekvési tervet ajánlasz? Miért kérdezem? Azért, mert józan észre, hogy itt végighallgattuk a mai remek előadásokat, meg már évek óta nagyon sokat, akkor láthatjuk, ide állok, mert így nem gyerek, akkor láthatjuk, hogy ezek nem tartanak minket embernek, egyszerűen levágandó barmoknak. Tehát itt arra, hogy a római jogban majd valamit elérünk, vagy bármilyen szinten emberi dologra appellálva, hiába van itt ENSZ alaptörvény, ők is velük vannak, tehát minden. Tehát két féle táborban van a világ összes kormánya és vezetője, és van az összes nép, akinek össze kéne fognia. Tehát, hogy józan észre gondoljuk át, hogy érdemes-e még ezzel tölteni az időt, vagy pedig valami más tegyünk. Köszönöm. Tehát én úgy vélem, hogy érdemes. Tehát ne feledjük el, hogy amire alapozzák, miért támadták meg az embert, mert az ember egy szuverén, gondolkodó, független, lélekkel megáldott ember, akármilyen társadalmi helyzetben van. Ahogy emberek mertek nemet mondani, úgyhogy mindenkinek nemet kell mondani az ilyen történetekre. És csak először félelmetes, és először nehéz. Tehát mikor az ember eldönti, hogy attól fél, hogy bántani fogják, vagy attól fél, hogy olyan gyáva, hogy nem mer szembeszállni azokkal, akik bántani akarják. Tehát ez benne van a Bibliában is, hogy Isten úgy teremtette meg az embert erre a földre, és ez szimbolikusan is kell értelmezni, nem csak teológiailag, hogy megvan a szabad döntésünk, ettől vagyunk a csúcsragadozója, a vezetője a földnek. Mondhatunk igent, és mondhatunk nemet. Dönthetünk Isten, és dönthetünk a gonosz mellett. Tehát mindez nem magyarázat arra, hogy félel. Attól nem félünk, hogy meghalunk, attól nem félünk, hogy állatként kezelnek bennünket. Tehát akkor inkább az emberségünk védelmére féljünk, mint az ellen. Tehát nekem ez a véleményem, hogy mindenki egyénileg, és mindenki összefogva a közösen. Ahogy itt összegyűltünk egy pár százal, ez nem áll, hogy összegyűlünk pár százal, összegyűlhetünk pár ezren, több ezren. Tehát a kommunikáció, ez a legfontosabb. Ne felejtsük el, hogy a világon minden probléma a kommunikáció hiányosságából, vagy a kommunikáció hibájából történik meg. És abban a pillanatban, amikor tudjuk, hogy mivel állunk szembe, abban a pillanatban tudunk ellene védekezni. Úgyhogy
hogy nem, nincs csak, hogy reménytelen. És az, hogy mi most itt erről beszélgetünk, azt jelenti, hogy egyáltalán nem reménytelen, mert én is tudom, ön is tudja, és itt nagyon sokan tudjuk, hogy nem engedünk, tehát nem engedünk a 48 volt. Nem szabad. Akkor, amit a Mária mondott, kiemelném azt, hogy bátorság, ugye az az emberi egyik legnagyobb jelenvonás, amit most kell alkalmazni. Azt láttam, hogy az első hullámban, az első cirkusz hullámban az volt a jellemző, hogy az emberek féltek. Féltek megnyilvánulni, féltek kommunikálni, féltek elmondani a többieknek, másoknak. A bátorság az ezt kivétel volna, mert ha ő elmondta volna 10 embernek, az elmondja még 10-nek, akkor már 100 ember és így tovább. Tehát a bátorság, hogy megnyilvánuljunk, beszéljünk, kommunikáljunk, az, hogy itt voltunk ma este, és hallottuk a Máriát, és miket mondott, ezt el kell mondani, és legközelebb hozni kell magatokat újabb 10 ember, akivel szaporodik az a közösség, amitől ők leginkább félnek. Attól félnek, hogy sokan leszünk. Úgyhogy ezt tartom a legfontosabbnak, hogy mindenki kommunikáljon, mindenki mondja tovább, adja tovább, és gyűjtsük a tábor, minél nagyobb legyen. Mondani. Csatlakoznék az előttem szólókhoz. Mi egy kísérleti médiával, éppen a házi szettel büszkékedünk, amellett, hogy igazából mi már nem most kezdtük. Lesz ez a Sarlós pusztai hétvége, ahol a média az egyik legfontosabb ilyen formájú információ és tudásátadás. Tehát itt most egy tudáskonferencián veszünk részt. Mi már ezt az egészet egy idején elkezdtük. Tehát én személy szerint mentem kórházba, és személy szerint kérdeztem az orvosokat, hogy így kell-e jelentkezni népírtásra. Volt olyan orvos, aki megtámadott, persze természetesen anonimus maszkba voltam, és a kedvenc kormányban, és elkezdtük ezt a médiát. Ennek a napnak, maga 10-e, 4 évvel ezelőtt, 2020. március 11-én, tehát holnap lesz mintében, kezdték el ezt elkezdtük, és azóta tartott. Ennek az eredményeként több mint 10 000 fotót és videókat raktam fel már körülbelül egy hónapja. Pontosan azért mindenki lássa, hogy hogyan hoztak maszkot a 2020-as villamosra, milyen cetlik voltak kirakva a boltokban, milyen dokumentumok vannak, és ez több mint 10 000 felvétel. Tehát mi dokumentáltuk az eseményeket, ott vannak a bírósági tárgyalások, ott vannak a képernyőfotók a médiáról, minden évben. És meg fogom adni majd az előadás után. Az a helyzet, hogy tudás megvonás. Ez az ő eszköz. A tudás megvonás, úgyhogy a Covid alatt háromféle mondjuk úgy ember volt, aki megkapta a vakcinát, a gyáva, a hiszékeny és a mustár. És aki bátor, aki tetrekész és kinyitja a személyes a tudás az információra, nem vak, vagyis itt van, köztünk és tovább csinálja, az a túlélés. Köszönöm. Hát, ha több kérdés nincs, akkor én nagyon szépen megköszönöm, hogy ma este itt lehettem önökkel. Remélem, hogy nem lesz önök az utolsó találkozásunk. Kérem, maradjanak velünk, olvassanak bennünket, és persze, aki akar és tud segíteni, minden támogatást szívesen veszünk, ugyanis elég nehéz helyzetben vagyunk, mert minket nem támogat egyetlen kormány, a Bilgés sem, a Soros György sem, senki. Mi az olvasók, a magyar emberek, a gondolkodó magyar emberek hírportálja vagyunk, tehát a Jóisten és az önök támogatása az, ami által megjelenünk és fejlődni tudunk. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt lehettem, tisztelt hölgyeim és uraim, részemről volt egy szeretetés.
akkor még azt hadd mondjam el, hogy ez a, az érme, ami a nyakunkban van, ez új dolog. Onnan indult az egész, hogy az Kita Egyesület tagjainak kell valami tagsági dolgozni, hogy el sem menni kedvezményt az bizonyos helyeken. És